Július 20. Második krónikák 1, 1, 3, 17. Salamonnak, Dávid fiának a királyi hatalma megerősödött, mert Istene, az Úr vele volt, és egyre nagyobbá tette. Összehívta Salamon egész Izraelt, az ezredeseket, a századosokat, a bírákat és egész Izrael minden főemberét, a családfőket, és elment Salamon az egész gyülekezettel együtt a Gibeóni áldozóhalomra, mert ott volt Isten kijelentésének a sátra, amelyet Mózes, az úr szolgája készítetett a pusztában. Az Isten ládáját Dávid már fölvitette Kirjat Járimból, amikor helyet készített annak, ugyanis egy sátrat állítatott föl neki Jeruzsálemben, a rézoltár azonban, amelyet Becalél, úri fia, húr unokája készített, még ott állt az úr hajléka előtt. Ezt kereste föl Salamon és a gyülekezet. Fölment tehát Salamon az úr színe előtt álló rézoltárhoz, amely a kijelentés sátránál volt, és ezer égő áldozatot mutatott be rajta. Azon az éjszakán megjelent Isten Salamonnak, és ezt mondta neki, kéri valamit, én megadom neked. Salamon ezt felelte Istennek, te nagy szeretettel bántál apámmal, Dáviddal, és engem tettél utána királyjá. Most pedig, Uram, Istenem, váljék valóra apámnak, Dávidnak adott ígéreted, mert te tettél engem a nép királyává, akik oly sokan vannak, mint a földpora. Adj azért nekem bölcsességet és értelmet, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni. Különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Isten ezt felelte Salamonnak, mivel ez a szíved vágya, és nem gazdagságot, vagyont vagy dicsőséget kértél, nem is gyűlölőid életét vagy hosszú életet, hanem bölcsességet és értelmet, hogy kormányozni tud népemet, amelynek a királyává tettelek, ezért megadom neked a bölcsességet és az értelmet, sőt olyan gazdagságot, vagyont és dicsőséget is adok neked, amelyhez fogható nem volt és nem is lesz egy királynak sem, sem előtted, sem utánad azután visszament Salamon Jeruzsálembe a Gibeoni áldozóhalomról, a kijelentés sátra elől, és uralkodott Izraelen. Gyűjtött Salamon harci kocsikat és lovasokat. 1400 harci kocsija és 12 ezer lova lett, amelyeket a harci kocsik városaiba rendelt és a király mellé, Jeruzsálembe. A király elérte, hogy annyi lett Jeruzsálemben az ezüst és az arany, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint amennyi vadfügefa van az Alföldön. Salamonnak Egyiptomból még hozzá kevéből hozták a lovakat, a király kereskedői szerezték azokat kevéből megszabott áron, egy harci kocsit 600 sekel ezüstért hoztak Egyiptomból, egy lovat pedig 150 ért ugyancsak az ő közvetítésükkel szállították tovább ezeket a hettita királyoknak és az arám királyoknak. Salamon megparancsolta, hogy építsenek házat az úr nevének tiszteletére, neki magának pedig egy királyi palotát. Kirendelt Salamon a hegyekbe 70 000 teherhordót és 80 ezer kőfejtőt, és melléjük 3600 felügyelőt. Majd ezt üzente Salamon hírámnak, Tírus királyának, apámnak, Dávidnak is megtetted, hogy küldtél neki cédrusfát palotája építésére, hogy abban lakjék. Lást, én meg templomot akarok építeni az én Istenem, az Úr nevének a tiszteletére, és azt neki szentelem, hogy jó illatú füstölőszereket áldozzanak neki, és a sorba rakott kenyerek állandóan ott legyenek előtte, és égő áldozatot mutassanak bereggel és este, minden szombaton, újholdkor és Istenünknek, az Úrnak az ünnepein. Örök kötelessége lesz ez Izraelnek. A templomnak, amelyet építeni akarok, nagynak kell lennie, mert a mi Istenünk nagyobb minden Istennél. De kinek is lenne ereje ahhoz, hogy templomot építsen neki? Hiszen az ég és az egek egei sem tudják magukba fogadni őt. És ki vagyok én, hogy templomot akarok építeni? Csak azért teszem, hogy ott áldozhassanak neki küldj azért hozzám egy olyan embert, aki ért az arany, az ezüst, a réz és a vas megmunkálásához, a piros bíborhoz, a karmazsinhoz és a kék bíborhoz, és el tudja készíteni a véseteket azokkal a mesterekkel együtt, akik nálam, Júdában és Jeruzsálemben vannak, akiket apám, Dávid alkalmazott. Küld cédrust, ciprust és ébenfát a Libánonról, mert tudom, hogy szolgáid értenek a libánoni fák kivágásához az én szolgáim is ott lesznek szolgáid mellett, mert sok fát kell előkészíteniük, hiszen nagynak és csodálatosnak kell lennie annak a templomnak, amelyet építek. Én viszont adok szolgáidnak, a favágóknak, akik a fákat kidöntik, 20 ezer korcsépelt búzát, 20 ezer árpát, 20 ezer bet bort és 20 bet olajat. Hírám, Tírus királya így felelt erre abban a levélben, amelyet Salamonnak küldött, mivel szerette népét az úr, azért tett téged királyukká. És hírám így folytatta, áldott legyen az úr, Izrael istene, aki az eget és a földet alkotta, hogy ilyen bölcsfiat adott Dávid királynak, aki okos és értelmes, aki az úrnak templomot, magának pedig királyi palotát akar építeni. Ezért küldök egy hozzáértő és értelmes mestert, hírámot, egy dámból származó asszony fiát, akinek Tíruszi az apja. Ő ért az arany, az ezüst, a réz, a vas, a kő, a fa, a piros és kék bíbor, a len és a karmazsin feldolgozásához, a különféle vésetek készítéséhez és mindenféle terv megvalósításához, amivel csak megbízzák, a te mestereiddel és az én uramnak, apádnak, Dávidnak a mestereivel együtt. Most azért küldje el az én uram szolgáinak azt a búzát, árpát, olajat és bort, amelyet megígért, mi pedig annyi fát vágunk a Libánonon, amennyire csak szükséged lesz, és tutajokon elszállítjuk azt a tengeren Jáfóba, te aztán Bitest el Jeruzsálembe. Salamon számba vette mindazokat az embereket, akik jövevények voltak Izrael országában, miután apja, Dávid egyszer már számba vette őket, 153.600 ilyen embert találtak. 70 ezret teherhordónak tett meg közülük, 80 ezret kőfejtőnek a hegyekben, 3600-at pedig felügyelőnek, hogy dolgoztassák a népet. Azután elkezdte építeni Salamon az úrházát Jeruzsálemben, a Múriá hegyen, ahol az úr megjelent apjának, Dávidnak, azon a helyen, amelyet Dávid kijelölt, a Jebúzi Ornán szérűjén. Uralkodása negyedik évében, a második hónap második napján kezdte meg az építkezést. Így a meg Salamon az Isten háza építésekor az alapméreteket, hosszúsága a régi könyök mérték szerint 60 könyök, szélessége 20 könyök volt. Az eléje épített csarnok hossza a templom szélességének megfelelően 20 könyök, magassága 120 könyök volt. A belsejét színaranyjal borította be. A főépületet beburkolta ciprusfával, azt pedig finom aranyjal burkolta be, és pálmafákat meg füzéreket készítetett rá díszítésül beborította a templomot drága kövekkel. Az aranyparvai mi arany volt. Aranyjal vonatta be a templomot, a gerendákat, a küszöböket, a falakat és az ajtószárnyakat is, a falakra pedig kerubokat vésetett. Azután elkészítette a szentek szentjének az épületét. Ennek a hosszúsága a templom szélességének megfelelően húsz szélessége is húsz könyök volt, és 600 talentum finom aranyjal vonatta be azt. A szegek súlya 50 aranysekel volt. A felső szobákat is aranyjal vonatta be. Készítetett a szentek szentjének az épületébe két kerub szobrot, és aranyjal vonatta be azokat. A kerubok szárnyainak a hosszúsága együttvéve húsz könyök volt. Az első kerub egyik öt könyök hosszú szárnyával a templom falát, a másik öt könyök hosszú szárnyával a második kerúb szárnyát érintette. A második kerúb egyik öt könyök hosszú szárnyával szintén a templom falát, a másik ötkönyök könyök hosszú szárnyával pedig az első kerúb szárnyát érintette. Ezeknek a kerúboknak a szárnyai kiterjesztve tehát húsz könyököt tettek ki. Lábukon álltak és befelé tekintettek. Kárpitot is készítetett kék és piros bíborból, karmazsimból és lemből, amelyekbe kerubokat szövetett. A templom elé két harmincöt könyök magas oszlopot készítetett, a tetejükre pedig öt könyök magas oszlopfőket. Készítetett láncformájú füzéreket, és rárakatta azokat az oszlopfőkre, azután készítetett száz gránátalmát, és rárakatta azokat a füzérekre. Azután felállítatta az oszlopokat a templommal szemben, egyiket jobb felől, másikat bal felől. A jobb oldalit Jákinnak, a bal oldalit Bőóáznak nevezte el. Róma 6, 1, 23. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is hiszen tudjuk, hogy a mi jó emberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenül jön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer-mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halából életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Védkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla nem tudjátok, hogy ha valakinek a szolgálatába álltok, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn a halára, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála az Istennek, hogy ugyan a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére átadattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mert erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát tagjaitokat a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy törvénytelenekké legyenek, úgy most állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyenek. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Zsoltárok 16, 1, 11. Dávid bizonyságtétele. Tertsz meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartott kezedben sorsomat. Osztályrészem kéz helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van mert nem hadsz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Példabeszédek 19, 20, 21. Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy. Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az úr tervei valósulnak meg.